miért kell letojásság országgyűlési képviselőjének hadat hirdetni a drogterjesztők ellen? Mennyire hétköznapi probléma a járságban a drog jelenléte? Hogy nem jelent pozitívumot, hogy nem a fővárosban vagyunk, vagy pont a vidéki szegregáltabb közösségek melegágyai a designer drogok terjedésének? Mit mondanak a szakértők és mennyire használnak az erre kialakított programok, rendezvények, tájékoztatók? Ezek a kérdések merülnek fel ma a járssági droghelyzettel kapcsolatban. Ez a Nézőpont heti témája. Köszöntöm nézőinket! Mit gondolnak a drog mindennapos jelenlétéről? Nyilván senki sem szeretné, hogyha ez a probléma bekopogtatna a családjába, de mit teszünk valójában azért, hogy ez ne történjen meg? Hogyan próbáljuk mindezt megelőzni, illetve napi szinten szembe tudunk-e nézni annak jelenlétével a járságban? Többek között erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. A többes szám nem véletlen, hiszen többen lesznek, pontosabban ketten. Lássuk, hogy ki az első. A járssági kábítószerügyi egyeztető fórum vezetője már évekkel ezelőtt igyekezett a szakterületeiken kimagasló szakembereket összegyűjteni, hogy egy csapatban nagyobb eredményeket érjenek el a járssági kábítószer helyzet felmérésében és a prevenció mielőbbi erősítésében. A Nézőpont vendége Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere. Alpolgármester asszony, köszöntöm a stúdióban, örülök, hogy befáradt hozzánk, és már itt a felvezetőben is megjelent, hogy a kábítószer egyeztető fórum vezetőjeként, amit ugye egy-két éve alapítottak, de mindjárt pontosítani fogja ezt nekünk, mindjárt elmondja nekünk, hogy milyen céllal, milyen eredményekkel sikerült ezt az egy-két évet végigvinni, legalábbis hol tart, milyen fázisában ez a fórum, de előtte segítsen nekem abban, 10-15 évre visszaemlékszem, mindig volt valamilyen prevenciós folyamat, mindig volt valaki, aki kézben tartotta ezt a dolgot, iskolai programok, rendőrség, nem tudom, egyéb civil szervezetek, segítőkörök, vagy időnként az orvosok, de valamiért mégis szükség volt erre a szervezetre. Miért? Szép jó napot kívánok én is! 2017-ben alakult meg a járssági kábítószerügyi egyeztető fórum. Ezt a járssági önkormányzatok szövetsége alapította meg, és kiterjed az egész járságra. Viszont az anyagi forrásokat azt a járssági szociális szolgáltató társulás biztosította, már az elmúlt évben is, és reméljük, hogy jövőre is biztosítani fogja. 10-15 évvel ezelőtt valóban már voltak kezdeményezések, hisz gondoljunk a nagy sikerű DADA programokra, gondoljunk az iskolákban, ahol mindenhol megvolt az egészségnevelés, egészségfejlesztésre szóló programjuk, és ezt évenként újították, illetve be is tartották. Mégis azt kell mondani, hogy ezek a népszerűek voltak, voltak önkormányzati támogatással létrejöttek interaktív kiállítások, előadások, összefogás volt a városban, de mégsem volt annyira igazi összefogás, mint azt hiszem, hogy mostanában, hiszen mindenki érezte azt, hogy nagyon nagy a baj, és hogy tenni kell valamit, sokkal jobban össze kell fogni. Ezért az önkormányzatok menet közben is támogatták a 10-15 évvel ezelőtt is a járssági önkormányzatok is, de mégis szélesebb körbe kellett összefogni. Hisz gondoljunk a mai fiatalokra, gondoljunk arra, hogy egészen megváltozott a fiataloknak a gondolkodása a 10-15 év alatt. Gondoljunk a Facebookra, gondoljunk a mai igényeikre. Óriási változások vannak, és nagyon sokszor előttünk járnak. Nagyon sokszor nekünk tőlük is információt kell szerezni, ki kell kérni a véleményüket, mi a probléma, mi a baj, mit szeretnének, hogyan tovább, és erre létesült ez a fórum. Tehát ha jól értem, akkor ez egy tanulási folyamat igazából mind a két oldalról, mert önök próbálják követni a mostani fiatalság, YZ generációkat, és akkor nem az a baj, hogy nem volt elegendő prevenció, csak talán most már másfajta hatékonyságú prevenciókra van szükség, illetve hát nem tudom, hogy azóta mennyit változott a 2000-es évek eleje óta a fogyasztási arány, nem tudom, erről van-e bármilyen felmérésük, illetve gondolom egy ilyen szervezeten belül azért több pályázatra is nyúlt, vagy van lehetőség.
Igen, tehát mielőtt megalakultunk volna, mielőtt egyáltalán létrejött volna ez a fórum, minden település polgármesterének, vezetőjének írtunk egy levelet, írtunk egy olyan tájékoztatót, hogy szeretnénk ezt megalakítani, ők benne vannak-e, illetve végezzenek helyzetfelmérést, hogy náluk jelen van a drog, vagy milyen problémák vannak, és hogy hogyan képzelik a jövőt, szeretnének-e összefogást, és mi a javaslatuk a jövőre nézve. Mindenki visszaválaszolt, tehát mind a 18 településről van információnk. Többen leírták azt, hogy sajnos jelen van a drog, igenis fogjunk össze, tegyünk érte, és ezzel az összefogással a fiatalok jövője érdekében tegyünk meg mindent. Arról még beszélgessünk egy kicsit, hogy ebben a szervezetben utána sikerült egy viszonylag nagy volumenű programot is elindítani. Tehát ehhez gondolom sikerült forrást keríteni. Igen, már 2016-ban pályázatot nyújtottunk be, és egy 500 ezer forintot sikerült, ez egy uniós pályázat volt, de nem olyannyira volt nagy az összeg, de mégis, tehát határozottan megkívánták azt, hogy mire fordíthatjuk ezt az 500 ezer forintot. Itt meg kellett tervezni a stratégiát és a cselekvési tervet, és az összefogást kellett a programokat bizonyítani, és hát meg is nyertük ezt a pénzt, és ezzel alakult meg tulajdonképpen a Jászság Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a lehetősége is nyilván, hogy továbbra is a 2017-es évben, viszont már amit említettem, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tett hozzá 2 millió forintot, és ezzel megterveztük a 2017-es évi cselekvési programot is. Az elején én összefoglaltam röviden, vagy legalábbis a bejátszóban is lehetett hallani, hogy ön megpróbálta az évtizedek óta ezen a területen kimagaslót nyújtó jársági szakembereket egy csoportba gyűjteni. Mondjuk el, hogy kik vannak, kik a szakemberek, mert ugye azt értjük, hogy a JÖSZ természetesen ebben benne van, támogatja akár anyagilag, akár másképpen a dolgot, illetve a települési felmérést ki tudná jobban elvégezni, mint az adott települések vezetői helyben, de akkor is kellenek szociális szakemberek, vagy éppen a droggal kapcsolatban foglalkozók. Kik azok, akik ebben benne vannak, és ki szeretné őket emelni? Tehát minden településnek lehetősége volt arra, hogy szakembereket delegáljon. Volt, ahol pedagógusokat delegáltak, volt, ahol családsegítőbe dolgozó szakembereket, volt, akik a művelődés központból, illetve pedagógusokat, ugyan óriási szükségünk van a pedagógusokra. Mégis megalakult a pályázat kapcsán egy 4 munkabizottság, aminek a vezetői igazi szakemberek. A fórumnak a tagjai, az közel 40 fő, ugye akiket a települések delegáltak, és ezekben vannak különböző szakemberek, orvostól, pszichológustól, pszichiátertől, pedagógustól, művelődés szervezőtől, említettem a rendőrkapitányságot, de benne vannak a polgárőrök is, és ezekre mindre maximálisan tudunk támaszkodni. A közel 40 főnek az volt a pályázatnak a kikötése, hogy mind a 40 fő valamelyik bizottságba vállaljon feladatot. És mindenki benne van valamelyik bizottságba, és ott történik a gyakorlati munka, és ott fejti ki igazándiból a hatást ezek az szakemberek. Beszéljünk a gyakorlati munkáról, mert nyilván ez érdekel mindenkit, hogy az elmúlt egy-két évben mit sikerült, milyen eredményt sikerült elérni. Nyilván a közös gondolkodást valamilyen helyzetértékeléssel kellett kezdeni, volt is egy felmérés ezzel kapcsolatban. Most ennek egy részét látják mindjárt a nézők, bejátsszuk. A felmérésnek csak a droggal kapcsolatos részét fogjuk önöknek mindjárt mutatni. Képernyőn látható drogok fogyasztási gyakoriságára voltak kíváncsiak a felmérésben. A legtöbben, 25-en a nyugtatót próbálták ki, 17-en füveztek már, de 16 fő kipróbálta már a herbát és a kristályt. 9 gina és 8 kokain fogyasztót találtak a névtelen válaszadók között. Diákság, ugye ők a célközönsége, legalábbis a felmérésnek, hiszen ők lehetnek a potenciális elszenvedői, hogy úgy mondjam, a droghelyzetnek. Egyrészben egyébként erről majd később fogunk beszélni, hogy nyilván nem csak róluk van szó, hiszen a drog nem áll meg simán a kábítószernél, sokan ezt gondoljuk, de
ha drognak nevezzük, akkor bizony az alkohol is, illetve egyéb szenvedélybetegségek is ide tartoznak. No, itt láttunk egy felsorolást, illetve láttunk egy ilyen körülbelüli felmérést. Ezután a felmérés után mennyire volt riasztó a helyzet, tehát hogyan értékelték azt, hogy mennyire kell sürgősen, nagyon célzottan azonnal cselekedni? Hát azért gondoltuk azt, hogy azonnal kell cselekedni, mert nem szeretnénk lemaradni. Ugye nagyon sokszor kullogunk az események után, és mindenféleképpen a felmérések azt bizonyítják, hogy itt van a szenvedélybetegség, és ezzel nagyon komolyan foglalkozni kell. És ezért is elkészítettük a cselekvési tervet a stratégiával együtt, és be a cselekvési tervben meghatároztuk azt, hogy mik a feladatok, kik a felelősek, és mikorra kell ezt teljesíteni. Tehát ez 2017-re, 18-ra is megvan. Ez most hogy áll? Hol tartunk ebben? Ott tartunk, hogy még ebben az évben már azért szépen voltak programok, ülések, munkacsoportok ülései, a kortársegítőknek a képzése, a toborzása, és mindenféle sport, egészségnapok szervezése, akár kinn a járságban, akár az iskolákban, de még ebben az évben lesz a Szemünkfénye program, ami decemberben szokott lenni, karácsony előtt. Ott olyan 800-900 fiatalt értünk el tavaly is, remélem, hogy az idén is így lesz. Ott szintén előadásoktól kezdve, egészséges táplálkozástól kezdve mindenféle lesz. És szervezünk még valószínű, hogy november 9-én egy egészségnapot, ami úgy szintén sporttal, egészséges táplálkozással, mozgással, előadásokkal, és megszólítva az összes JASZ települést, buszokkal szeretnénk besegíteni a diákokat, a pedagógusokat ide Jászberényben be, és akkor bízunk benne, hogy ez is egy nagy sikerű rendezvény lesz. Egy gyors kérdés, a gyerekekre kell koncentrálni inkább, vagy a szülőkre? Tehát ki az, aki tájékozottabb? Én néha azt érzem, sőt, egyre többször érzem azt, hogy a gyerek sokkal tájékozottabb ebben az ügyben, mint maga a szülő, aki egyébként borzasztó sokat segíthet otthon, illetve sokat ronthat is a helyzeten. Sokszor én is ezt tapasztalom, hisz mondták már nekem azt, hogy tanárnő, kell, 10 perc múlva itt vagyok vele. És ez nagyon nagy baj, elmondja, hogy hol van a kocsi, hol áll, mit csinál, mit ad, stb. És nagyon sokszor érezzük azt, hogy mi kullogunk a fiatalok után. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy maximálisan kommunikáljunk a fiatalokkal, hogy elmerjen mondani azt, hogy mi a problémája, miért nyúl hozzá, mi a baj, netán a családban, netán az iskolában, netán a haveri körökbe, mert én úgy gondolom, hogy ha megnyílik, akkor sokkal jobban tudjuk orvosolni az egészet. Viszont a gyerek, ha megérti, akkor azt is tapasztaltam már nagyon sokszor, hogy a szülőt is tudja befolyásolni. És ez csodálatos. Például nagyon, ez most távol áll a drogfogyasztástól, de sokszor láttam már azt, hogy a szülő kidob valami szemetet, vagy uzsonnás zacskót, vagy nem tudom mit, és a gyerek rászól, hogy anya ne tedd, mert ő már ezt tanulta a környezetvédelemmel kapcsolatban. És itt is bízunk benne, hogy a gyermeken keresztül talán a szülőt, a családot is meg lehet fogni, de viszont a szülőknek is tartunk előadásokat, és nyilván az egészségnapokra, a programokra maximálisan jöhetnek, és akkor egymásra hatva talán eredményeket tudunk elérni, és én bízom is benne, hogy eredményeket fogunk elérni. Bócsi János országgyűlési képviselő ugye nemrégen egy pár hónapja hirdetett egy keresztes hadjáratot, vagy egy csatát a drogterjesztők ellen. Ezzel kapcsolatban fogunk most egy bejátszót megnézni. Azt szeretné elérni a képviselő, hogy zéró tolerancia legyen a drogterjesztésben, hogy hogyan, azt mutatjuk. A kábítószer hálózat az pontosan olyan, mint a határból a tarack, egyet kivágnak és 10 lesz helyette. Szerintem ezt a levélbe is ezt emeltem ki a miniszterek és a miniszterelnök úr irányába, hogy egy dologba kell tisztán látnunk. Aki kábítószerrel kereskedik, az bűnös. Aki kábítószert fogyaszt, az pedig áldozat. Innettől kezdve nem szabad listázni, hogy
könnyebb drog, designer drog, light drog, meg stb. Amikor a laboratóriumok ezt kivizsgálják, addigra már kevernek hozzá egy kis porcukrot, egy kis algopirint, meg egy kis patkánymérget, mert erre is volt már példa, és már is nem beazonosítható, és a rendőrség, az ügyészség és a bíróság hiába dolgozott. Képviselőinfó műsorunkban mondta el a Honatya, hogy levelet írt, melyben miniszterelnök és belügyminiszteri engedélyt kért a munkára, ötleteket felvonultatva a drogszabályozások szigorításához. Ilyen, hogy a drogokat ne listázzák és ne kategorizálják, illetve fordított bizonyítási eljárás mellett a gyanúsítottnak kelljen bizonyítania a szer ártatlanságát és annak eredetét. Ön mit gondol erről az elképzelésről? Tehát lehet visszatartó erő a keményebb büntetés, vagy egyáltalán önök, akik összegyűjtik a szakértői véleményeket, akik azért minden településről kapnak valamilyen forrást, információt, stb. Hogyan tudják segíteni egyébként a képviselő ez irányú munkáját? A képviselő úr írt a polgármester úrnak, megírta ezt a kérelmét, és én is megkaptam, és akkor én válaszoltam rá. Ugye leírtam azt neki, hogy eddig mit tettünk, mit csináltunk, hol tartunk, és hogy a jövőben ezt az előterjesztését maximálisan támogatjuk, számíthat ránk. Azt, hogy hol tartunk, ez, vagy a kemény büntetéssel kapcsolatban, én nem biztos, hogy a kemény büntetés útján állok. Én, mint mentálhigiénés szakemberként azt mondom, hogy a szép szó és a tünet a drog használata, és az ok, az okot kell nekem megszüntetni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. De mi folytatjuk természetesen, mert új vendégünk következik, akivel arról fogunk beszélgetni, vagy többek között arról is fogunk beszélgetni, hogy még régen azt gondoltuk, hogy a drog mondjuk pénzkérdése, most már egyáltalán nincs így, olcsó, pancsó, designer drogokat is lehet kapni, és sokszor a szegregált részekben ez a drog meleg ágya. Nézzük, ki lesz a vendégünk. A Jársági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkacsoport vezetője szerint szükség lenne a Jársságban egy szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményre, mely támogatna a leszokásban a drogfogyasztókat is. A nézőpont vendége Baginé Gavaldik Lívia, Jásztadány frissen megválasztott díszpolgára. Munkacsoport vezető asszony, köszöntöm a stúdióban, de hosszú titulusa van, rögtön ezzel kezdjük, illetve azzal, hogy engedje meg a szerkesztőségünk nevében szívből gratuláljunk a díszpolgári címe elnyeréséhez, illetve a kinevezéshez, és akkor mindjárt, mielőtt még rátérünk a szakmai dolgokra, akkor beszéljünk erről is egy pár gondolatot, hogy az embert, aki több évtizeden keresztül, hát azért, hogy is mondjam, igazi hivatástudattal végzi a munkáját, azért gondolom egyrészt öröm egy ilyen elismerés, másrészt meg nem tudom, majd segít nekünk motiváció is? Hát igen, mind a kettő. Az első érzés az egy öröm érzés, mert hogy ezt a köszönet nyilvánításomban is elmondtam, hogy szerintem az egy nagy dolog, hogyha az ember valamilyen nyomot tud hagyni maga után a világban, tehát talán ez az egyik értelme az életünknek, és egy kicsit az az üzenete nekem ennek a díjnak, hogy én nekem ez sikerült, hogy észrevették azt, amit teszek, azokat az erőfeszítéseket, nem mindig volt ez felhőtlen, de mégiscsak van valami eredménye, valami nyom, és hát azt is el kell mondani, hogy nagyon nagy köszönetet érzek a díj adományozója irányában is, tehát a Jászlányi Önkormányzat irányában, mert hogy hiába van az embernek ötlete, hiába vannak szakmai elképzelései, hiába szeretne előbbre lépni a saját területén, ha ehhez nincsen támogató, érdemi támogató, társadalmi támogatottság, akkor ez hanvába hull. És én ezt megkaptam az én szülő falumban, a településen. Ön olyan területen dolgozik a szociális szférában, a családgondozásban, ha jól mondom, igen, pontosabban. Ráadásul olyan térségben, ahol hát nem a pedigré vagy a tökéletes családok dominálnak általában, bár így lenne. Tehát sok olyan
terület van abban a térségben, vagy hát ugye Jászapáti, Jászladány és egyéb településeket is nyilván felsorolhatnék, ahol mély szegénységben élő emberek, vagy adott esetben nem szeretjük ugyanezt a szót, de szegregátumok is előfordulnak. És az előbbi felvezetésben már ugye említettem, hogy azt gondoltuk korábban, hogy ez a gazdag fiatalok sportja idézőjelben, mondjuk még a 90-es évek környékén a drog, pedig már abszolút nem itt tartunk, hiszen a szegregátumokban sokkal fokozottabban megjelenik. Én így tapasztalom, mit mond a szakember. Igen, szeretném egy kicsit pontosítani. Tehát, hogyha a drogokról beszélünk, még mindig a legelterjedtebb drog az az alkohol Magyarországon. Tehát nem nagyon lehet tudni olyan családot, ahol 2-3 generációt tekintve ne lenne legalább egy súlyos alkoholfüggő a családban. Tehát vagy nagyszülői, vagy szülői vonalon, vagy a fiatalok körében. Tehát, hogy most a designer drogok a fókusz a beszélgetésünknek, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a legnagyobb hatást még mindig az alkohol gyakorolja. Ezt igazolja a jársági fiatalok, ugye általános iskola 7.-8. osztályában, illetve a középiskolás korosztály 9.-10. év folyamán készített felmérésünk is, hogy ott bizony 13-14 éves korban beszámolnak a gyerekek arról, hogy ha más nem alkalmi alkoholfogyasztók, otthon családi körben, méghozzá hát így az égetett szeszek irányába mennek el, és nem a sört isszák, tehát a családi ünnepeken, a kultúrában, és ez földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül benne van. Gyakorlatilag ez egy elfogadott dolog, mondhatni, igen, hogy hát most ugye jászok vagyunk, egy pálinkát ígyunk meg, fiam, vagy lányom, vagy igen, akármi, mert hogy most már tudom, elég koros vagy. Tehát a drogként, elsőként vélhetően az alkohollal találkozunk gyermekkorunktól, vagy serdülőkorunkban. Igen, és ezt a képet színesíti most egy néhány éve a designer drogok világa, amelyek pedig az utóbbi 5, de különösen az utóbbi 2 évben azok úgy tűnik nekünk, gyermekvédelmi szakemberként tűnik így, hogy robbanásszerűen terjednek. Tehát vannak olyan térségek, és ezt nagyon jól említette az előbb, hogy ez a szegényebb népréteg által lakott települések hivatalosan a terminus technicus, a szegregátumban élő népesség drogja ez, és még azt is nagyon fontos azonosítani, hogy ez a fiatalok szere. Tehát középiskolás korosztály és a fiatal felnőttek, tehát a 20 éves felnőttek, kisgyermekes családok érintettek ebben a problémában, illetve egyre inkább alacsony gyermekkorra tolódik, tehát hogy most már nincs olyan hét, hogy a kollégáim ne számolnának be arról, hogy 8-9-10 éves gyerekek érintettek a designer drogban, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Két rossz utat látok, az egyik, hogy említettük az alkoholt, mondjuk egy alkoholista szülő, egy családi kilátástalan állapot, és a gyerek valami utat keres, hát nyilván rossz felé menekül. Kettő, nem tudom, egy olyan társaságba kerülök, ahol ez menő. Pontosan. Kipróbálni. Gondolom én, van-e egyébként ezeken kívül valami egyéb eset, ami úgy általában előfordul? Nem, a legjellemzőbb ez a kortárs csoport. Tehát ugye a kamaszkor életkori sajátossága, hogy akkor a kortárs csoportok hatása nagyon felerősödik, ami rendjén van. Tehát ezen mindannyian át kell, hogy essünk. Azt szoktam mondani pszichológusként a kamaszoknak, hogy az a dolgot, hogy bandáz, buliz, szórakoz, és közben éld az életet, és majd döntsél, hogy mi lesz belőled nagykorodban. Tehát, hogy ezt a felnőttkori identitást, ezt a kortárs csoportjainkban tudjuk megszerezni. Természetesen azon az alapon, azon a belső tartáson alapulóan, amit a családunkból hozunk, tehát amit édesanyánktól és édesapánktól láttunk. Tehát jó neveléssel és bizalommal vélhetően a gyermek jó döntést hozhat. Így van. Ez még nem tehát, biztos, hogyha... de... Ha egy stabil értékrenddel bíró fiatalt találnak meg a szerek, ő lehet, hogy egy alkalmi szerhasználó lesz, vagy partikban, jó társaságban megiszik egy-két italt, vagy esetleg még egy designer szert is kipróbál, de hogy nem válik valószínűleg függővé. Nem biztos, hogy tud erre válaszolni, vagy van erre felmérés, de hol lehet a legtöbb drogot megtalálni a járságban? Van erre valamilyen területi összpontosítás? Igen. Hát a legjellemzőbb 3 alsójársági nagyobb település. Tehát nevezzük meg őket. Mondjuk én Jászladányi vagyok, beszéljek haza,
bár ez nem túl pozitív, de ha Jászlányon én egy bizonyos utcán végigmegyek, vagy a kollégám, aki gyermekjóléti szolgáltatás családsegítője, akkor ott látja, hogy hol adják a szert egymásnak a fiatalok. Mi a másik két település? Ugye én tudom, hogy Jászkísér, Jászapáti. Tehát, hogy itt van, ez egy fertőző betegség, tehát benne van a kultúrában, negatív értelemben vett kultúrában, és ott robbanásszerűen terjed. Milyen protokollt érdemes követni akkor, hogyha mondjuk találunk egy menthető családot, vagy drogfogyasztót? Minden esetben mi gyermekvédelmi szakemberként minden esetben felkeressük a családot, és hát próbálunk valamilyen egészségügyi segítséget találni, ami, megvallom őszintén, elég nehéz téma. Ugye a térségünkben felnőtt pszichiátriai ellátás van, a megyében van gyermekpszichiátriai ellátás, akiknek a szakterülete a szerhasználat is, vagy a szenvedélybetegségek. Ezek jellemzően ambuláns helyek, tehát hogy nem nagyon vannak fekvőbetegellátó helyek, sőt, hogyha a szenvedélybetegséget nézem, akkor a térségünkben sem. És hát elég nehéz speciális szakembert találni ezeknek a fiataloknak az ellátására. Ezzel kapcsolatban önnek volt már korábban évreke visszamenőleg is egy ötlete, hogy kellene ide a járságba egy intézmény, ami ezzel foglalkozik. Gyakorlatilag az alacsony küszöbű ellátás formáról kéne egy kicsit beszélnünk ide, és erről az intézményről, hogy mi az ön elképzelés ezzel kapcsolatban. Igen, tehát a szociális ellátórendszer Magyarországon az különböző szociális ellátásokból épül fel. Az első, vagy az egyik legfontosabb, a szenvedélybeteg ellátást nézzük, akkor az az alacsony küszöbű ellátás. Azért hívják alacsony küszöbnek, mert bárki, akár név nélkül is igénybe vehet és segítséget kérhet. Nem feltétel, hogy neki szerhasználattól függetlennek kell lenni, tehát nem kell a józanság, nem feltétele az ellátás igénybevételének. Bárki, aki úgy érzi, hogy számára ez nagy szenvedéssel jár, meg akar változni, vagy éppen valamelyik családtagját érinti. Kortól, nemtől függetlenül, lakóhelytől függetlenül, ezt bárki igénybe veheti, nem tagadható meg az ellátás. És úgy gondolom, hogy magának az ellátórendszernek ez az első lépcsője. Tehát mivel semmilyen más szenvedélybeteg ellátás sincs a térségünkben, talán ez az első lépcső, amiben érdemes lenne elindulni. Az én részemről ez volt a motivációja a kezdeményezésnek. Ez egy ilyen fura költői kérdés, mi kellene egy ilyen intézmény létrehozásához? Hát nyilván gondolom pénz alapvetően. Igen, most a pénz az úgy tűnik, hogy rendelkezésre áll, mert hogy ennek van egy állami támogatási rendszere. A pályázatot a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás benyújtotta. Ez egy kvázi meghívásos pályázat. Gyanítom, hogy támogatásban fogunk részesülni. Megírtuk a szakmai programot, és kitaláltuk, hogy hogyan fogunk működni határozatlan időre az elkövetkezendő években. És hát mindemellett pedig a jászsági önkormányzatok jelentős többsége az önerőből hozzá fog járulni ennek a szolgáltatásnak a működtetéséhez. Tehát az anyagi források úgy tűnik szándékszinten, és az már sokat jelent, az rendelkezésre áll. A másik, hogy ehhez találnunk kell szakembereket. És hát elsősorban azért nagyon örülök ennek a meghívásnak, hogy itt lehetek, és hogy ezt elmondhatom, hogy szeretnénk megtalálni azokat a szakembereket, akik ebben a szolgáltatásban majd részt vesznek, meghirdettük az álláshelyeket, és hát nagyon bízunk abban, hogy sikerül olyan humán, szociális, egészségügyi, mentálhigiénés szakembert találni, aki ezt a nem könnyű feladatot majd magára vállalja. Azt hiszem, hogy ezt a témát fogjuk még folytatni, és önt is várjuk vissza a stúdióba, akkor, ha már megnyitott a kapuit ez az intézmény, illetve némi tapasztalatról tudunk már beszámolni, és jó munkát kívánok önöknek. Fontos az önök feladata. Köszönöm, és köszönöm a meghívást még egyszer. Én is köszönöm szépen, nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Nézőpont ezen a héten. Hasonló témákkal várjuk önöket minden héten, szerdán. Itt a Nézőpontban egyébként riportjainkat, műsorainkat megtalálják a Jászsági Térségi Televízió internetes platformjain. Kövessék YouTube, illetve Facebook oldalunkat, illetve jttv.hu-t. Minden jót, viszontlátásra!